Tehát akkor a második ZH-nak a megoldása következik. Így szólt az egyes számú feladat, hogy definíció szerint kell igazolni a következő határértéket, mivel n tart végtelenbe n plusz 3n négyzetbe 1 plusz 5n négyzet, ami pedig minusz 3. Jó, tehát ezt kellett igazolni. Definíció szerint, hát akkor magam, előírom, hogy felírom a definíciót. Definíció az pedig az, az általános kalkulus határérték különbsége legyen kisebb, mint epsilon, nyilván ha az n elegendően nagy. És hát ezt kell kifejteni, azaz a minusz a, abszolút érték nézzük. Általános kalkulus minusz a határérték, n minusz 3n négyzet per 1 plusz 5n négyzetből vonom ki a mínusz határértéket, tehát ugye plusz 3/5 abszolút értékben összevonok, első törtet 5-tel bővítem. A második törtet pedig az előző törtnek a nevezőjében. Elnézem az összevonást. Azt kapom, hogy abszolút értékben van egy nevezőm, ami úgy néz, hogy 5n plusz 25n négyzet. A számlálót pedig hát kiszámolom, egyszer olyan egy 5n, meg... Nem maradt el valamit? Akkor 5n meg 3. És itt pedig van egy mínusz 3n négyzet. Mit? Ötször. Egyik, már is félre számolom. Nem baj. De hát azt mondja, hogy 5n mínusz, na, mennyi az? 15. N négyzet, na most akkor inkább kiírom egyszerű, tehát 3-szor egy az ugye plusz 3, plusz még 15 n négyzet, na igen. Abszolút érti. Vagy akkor most végzem el az összevonást, tehát 15 n négyzetek egymást kiütik, és akkor tényleg, amit az előbb elkezdte vinni, tehát 5n plusz 3. Per 5n plusz 25n, tehát abszolút érték. Oké, na, ugye a következő lépés az volt, hogy az abszolút értéket el kell tüntetni. Ehhez vizsgálom azt, hogy maga a tört az pozitív vagy negatív előjelű. Számlálót megvizsgálom azt, mondja, hogy 5n plusz 3 az n minden esetben, hogy mind n. Tehát pozitív lesz, hogyha n, n plusz. A nevezőt, hogyha megnézem, 5n plusz 25n négyzet szintén pozitív lesz. Bármelyen esetén. Ebből pedig hát az következik, hogy az egész abszolút érték úgy gondolkodik, hogy hát igazából csak simán elvagyom az abszolút értékelet, mert az abszolút értékelből egy pozitív kifejezés áll. Abszolút érték az egyenlő, tehát 5n plusz 3 per 5n plusz 25n négyzettel, és ugye nem elfelejteni, hogy mi a feladat, hogy ennek a kifejezésnek kell kisebbnek lennie, mint az epsilon, 5n plusz 3 per 5n plusz 25n négyzet, legyen kisebb, mint az epsilon. Jó. Reláció felé becsülünk, most ezt én egyszerűen megoldom, tehát ebbe az irányba. És akkor lássuk a becslést, pozitív törteket becsülünk, jó nagyságban marad, hát akkor nézzük, hogyha ennél a törtnél nagyobbat kell becsülni, akkor a számlálót azt növelem, tehát a számlálót növelni fogom, 5n plusz 3-nál leszek szíves egy nagyobbat mondani, teszem azt, a 6n az jó lesz, leellenőrzem, és azt mondjuk, hogy ez n szigorúan nagyobb, mint 3 esetben igaz ez a becslés, jó? A nevezőt azt pedig csökkentsem, az egész tört akkor fog nőni. Szóval az 5n plusz 25n négyzetnél leszek szíves egy kisebbet mondani, hát az legyen mondjuk a 25n négyzet. Mert hogy a nagyságrendet meg kell tartani. Persze, a nagy, igen, mert hogy a nagyságrend marad, és azt kapom, hogy az 5n legyen nagyobb, mint 0, hát látjuk, hogy ez a becslés ez jó, mert 5 egy pozitív szám, minden esetben jó, mint nagyobb, mint 0, tehát ez a becslés is jó, bármilyenre.
bármilyenre, és tehát akkor a törtem egyszer növeltem a számláló növelésével, tehát 5n plusz 3 per, az eredeti törtem így nézett, mikor 5n plusz. Egyszer úgy növeltem, hogy a számlálót növeltem 6n-re, máskor pedig úgy, hogy a nevezőt csökkentettem, és 26, 25n-et írtam a végre. N négyzetet. Jó, n-be le lehet egyszerűsíteni, az 6 per 25n. És hát n-nek a kifejezésnek kell kisebbnek lennie, mint epsilon. 6 per 25n legyen kisebb, mint az epsilon. Lenne látszom, hogy epsilonnal leosztok, és azt kapom, hogy 6 per 25 epsilonnál lesz kisebb. És n, és innestől kezdve most már a nagy küszöbb számokat nem tudom adni. Volt egy kikötésünk, az abszolút érték az jó volt, a becslésnél volt egy kikötésünk, hogy n nagyobb, mint 3, mert teljesen az egész. Tehát a 3 az egyik küszöbb szám, és a másik, az pedig ugye ennek a kifejezésnek felső egész része. Jó. Ez volt tehát az egyik feladat. Nézzük tehát a másikat. Nem a két feladat volt az EH-ban. A második feladat, az pedig így szólt volt. Azt a határértéket kellett igazolni. Kettes feladatban, hogy mi lesz, n tart a végtelenbe, 2n négyzet plusz 2n minusz 3 per, ez egy 4-es, 4n minusz 6, az nem más, hová tart, mint a végtelenbe. Jó, hát írjuk fel a definíciót, mi a definíció? A definíció az az, pozitív határérték, az általános tag, az biztosan nagyobb lesz, mint az általán választott k, ezt kell kifejteni, általános tag, nagyobb, mint a k, hát akkor beírom az általános tagot, 2n plusz 2, plusz 3 per, lesz szíves, nagyobb lenni, mint a k, ugye becsléssel oldjuk meg ezt is, természetesen a reláció felé becsülünk, én már most szerint spórolok egy kicsit, ebbe az irányba becsülsz, azaz látod azt, hogy a törtet csökkenteni kell. Na most ugye vizsgálat, hogy becsülhető a tört, tudjuk, hogy pozitív törteket becsülünk, tehát meg kell nézni, hogy minden egyes n-re pozitív ez a tört, és ha nem, akkor mikortól nem. Úgyhogy nézzük a számlálót. Hát ez azért jó ránézésre látszik, hogy a számláló az minden n-re pozitív. Jó, nézzük a nevezőt. A nevező azt mondja, hogy n egyenlő 1 esetén látod, hogy negatív, de n egyenlő 2-től már 8.6, onnastól ez a lineáris, tehát n szigorúan nagyobb, mint 2-től, mármint n szigorúan nagyobb, mint 1-től, már pozitív lesz, és így írom inkább így, pozitív, ha n szigorúan nagyobb, mint 1. Innestől kezdve becsülhetünk ennek a küszöbértéknek a tudatában. A becslés hogy néz ki? A törtemet csökkenteni kell, tehát akkor a számlálót csökkentem, ennek a számlálónak a helyére, hogy 2n plusz, 2n minusz 3, hát mondjuk egy kisebbet, egy a 2n nézett jó, miért is nem, leellenőrizik és azt mondjuk, hogy akkor teljesül, hogyha a 2n nagyobb, mint a 3, az n legyen nagyobb, mint 3, 2. Jó, hát ez is azt jelenti, hogy igazából n, tudjuk, hogy pozitív, tehát igazából itt majd a küszöbb számoknál, ez azt fogja jelenteni, hogy n szigorúan nagyobb, mint 2. A számlálót az csökkentettük, a nevezőt az légy szíves növel. Az a nevező, hogy 4n minusz 6. Ettől lesz egyszerűen egy nagyobbat mondani. Hát mondjuk az 5n, az szerintem megfelelő. Leellenőrzed és azt kapod, hogy az, ez akkor igaz, hogyha az n nagyobb, mint minusz 6. Hát ez mindig teljesen jó. Bármennyire. És akkor nézzük, hogy hogyan is kapjuk meg a végeredményt. Volt egy eredeti törtem, ami úgy néz ki, hogy 2n négyzet plusz 2n minusz 3 per.
óhajtottam csökkenteni, első lépésben a számlálónak a csökkentésével, kettő rendnézet, második lépésben a nevező növelésével, és öt embert mondtunk. Jó, látod, ennél le lehet egyszerűsíteni, kettő emberről, és ennek a kifejezésnek kell nagyobbnak lenni, mint a K, ezt kell megoldani, kettő emberről lesz nagyobb, mint a K, és kifejted emberre. Az M nagyobb, mint 5K per 2. Oké, innestől kezdve a végeredmény, tehát küszöbszám nézzük, volt-e valamiféle határa becsléseknél. Ugye itt volt a határ egyszer, hogy N lesz szíves szigorúbbnak, nagyobbnak lennie szigorúan, mint 1. A 3/2-nél nagyobben az azt jelenti, hogy N legyen nagyobb, mint 2. Tehát a maximum a két érték közül az nyilván a 2. Az már magában foglalja ugye a korábbi kikötést is. Tehát a végeredmény N legyen a 2, illetve ezzel a kifejezés közül a nagyobb. Első egész kész. És ennyi volt a második szépen. Na, úgyhogy ez az idő is eljött, YouTube-tárok leszünk, készüljétek. Legalábbis én biztos, ha jó, nem? Kedvesek, azt mondja, hogy harmadik óránál tartunk. Ja, közben amúgy az órára, segítséget már figyelni, hogy nem két ZH-son. Még van 5 perc, jó, az ZH-s. Harmadik óra. Mai óra címe, sorozatok határértéke formálisan. Formálisan. Oké, hogyha ezt az órát is ki kellene színeznem, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit sárgával indítok, ez a belépés a mai órába, tehát hogyha az eszenciáját elkapod, onnantól kezdve hidd el nekem, hogy mellünk. Oké? Úgyhogy a mai feladat az, hogy lépjél be és lehetettel a vonalat. Na akkor nézzük. Sorozatok a műveleti szabályokkal kezdünk. Előadáson vannak, vagy lesznek, oké? Okay? Műveleti szabályok. Tekintsünk két tetszőleges sorozatot, teszem azt, hogy A-ját tartsuk az A-ba, B-es sorozat pedig tartsuk a B-be. És hát nézzük, hogyan viselkedik a határérték abban az esetben. Első pont. Ha az általános tagokat plusz-minusz teszem, akkor a határértékek is valahogy várható módon A plusz-minusz minden fognak tartani. Jó? Ugyanezt nézzük szorzással. Általános tagokat itt összeszorzod. A szor B-be fog tartani a határérték. Hányadossal. A per B-be, nyilván azért a B lesz szíves, ne legyen nullának lenni. Nyugodtan levédülhetek egyébként. És az utolsó az pedig a konstans soros, hogyha az általános tagot megszorsz egy C-vel, akkor a határérték is C-szer A-ba fog tartani. Jó? Ezeket fogjuk alkalmazni. A mai órán az összes feladat szöveg az így hangzik, határozzuk meg a következő sorozatok határértékét formálisan. Formálisan. Ez itt a kurszó, oké? Okay? Mert hogyha majd ZH-n, vagy vizsgán, vagy akárhol neked sorozatokkal kell foglalkoznod formálisan, akkor a mai órán tanultakat fogod alkalmazni. Hogyha pedig majd az lesz, definíció szerint, akár a vizsgán, akkor meg pont azt fogod csinálni, hogy ma az ZH-ban. Oké? Okay? Nem összekeverni, mert volt már rá például. ZH-ban, és nem is a vizsgán. Na jó, első feladat. Mi a feladat? Ez nem arat. Első feladat A-ja, egészen pontosan így néz ki, hogy annak a sorozatnak kéne a határérték, hogy N plusz 5N négyzet, 3 plusz
Jó. Pirossal fogok ide írni ilyen sorozat határértékeket. Hát ez ilyen előadásszagú, oké? Előadásszagú. Azt a sorozatot vizsgáljuk, hogy N a P-en, hová tart. Nyilván az N az amibis. Hát mi az esetben? Hogy? Természetes. Úgy is van. Tíz természetes, nulla sincs benne. A P ez pedig legyen pozitív. Na nézzük, hová tart ez a sorozat. N a P-en. Mit tudom én? N a négyzeten. Egy a négyzeten, kettő a négyzeten, három a négyzeten. Hova tartanak az értékek? Ez az, a végtelenbe. Oké? Ez az az eszencia, amit hagynod kéne, hogy átidasson. Oké? És akkor nem lesz gond. Elindik, ott van fejedbe a táblázat. Elmegyen el egyre, az kiszámol. És nézed, hogy az értékek azok hogyan változnak. Oké? Hát látod, hogy egyre nagyobbak, akkor végtelenbe fog tartani. És ennek a reciproka, egyfelelően a példikelem. Úgy van, ez a nullába fog tartani, mert itt miről is van szó? Egyet el kell osztani egy nagyon-nagyon nagy számmal. Oké? Okay? Az meg hát egy nagyon-nagyon kis szám lesz, de hát tart a nulláról. Szuper. No, hogyan is oldunk meg egy ilyen... Hát, nem is értem, miért ezt. Hogyan oldunk meg egy ilyen feladatot? Első lépés az... Ja? Na. Megnézem, hogy álltunk a szépen. Van még két percet. Jó, oké, akkor átveszem. Jó, már rendben. No, tehát hogyan is oldunk meg egy ilyen feladatot? Első lépésben mindig határozd meg nekem, hogy milyen típusú határértékről beszélsz. Hát jó, hát van előtted egy tört. Számláló tép, számláló is tart valahová, nevező is tart valahová. Oké, hát vizsgáld meg külön-külön műveleti szabályok segítségével, hogy ezt hova tart, meg ezt hova tart, azt fogja kiadni, hogy milyen típusú határértékről beszélsz. Na nézzük, azt mondja, számlát írjuk külön, először és utoljára fogjuk ilyen részletesen megvizsgálgatni. Na nézzük, hát látod, hogy egy összeg. Oké, nézzük, N az hová tart? Persze, hogy a végtelenbe. N négyzet, 5-ször N négyzet. Úgy is van, hát 5-ször végtelen is a végtelenbe tart. Tehát az egész számláló az elég úgy gyönyörűen a végtelenbe. Csináld meg ugyanezt a nevezővel is. Awesome. N négyzet. Végtelenbe tart. Minusz kétszer N négyzet. Minusz végtelenbe tart. Nagyon jó, mert egy nagyon nagy számot minusz kettővel szorzol. Akkor ez az egész macera a minusz végtelenbe tart. Jó. Plusz három. Az nem sok vizet zavar, az itt érdekel, úgy is van. Tehát az egész, ez a mínusz végtelenbe tart. Magyarul a típus, és figyelj ide rám, ez ide az egyenlőség után mindig odaírod az EH-ba, hogy ez egy végtelen per végtelen típus. Jó, igazad van, hogy ez egy mínusz végtelen per végtelen, igazából hidd el nekem, hogy édes minden. Ez egy végtelen per végtelen típus, oké, pontot fogsz kapni érte. Na jó, hát akkor... Végtelen per végtelen esetben az a megoldási mód, hogy fogod a domináns tagot, azt az kiemeled. Elemi átalakításokat végzünk, oké? Okay? Nézd meg, hogy a számlálót mi vitt el a végtelen irányba, melyik a domináns? Hát az N-nézet. A nevezőt mi vitt el a végtelen? Az N-nézet. Akkor fogd meg, és emeld ki. Azt mondja. Számlálomban az N-nézettel volt a baj, kiemeljük. És megnézzük, hogy mi marad vissza. Egy peren, pluszok. És a nevezővel csináld meg ugyanezt. Ott mi rontott el a bulit? Hát az említett. Nem muszáj a minuszt kiemelned. Elég bőven csak az említett. Tehát maga a nagyságrend a lényeg, oké? A plusz-pluszokkal nem jött. Említett vitt el a bulit. Hát akkor könyörgöm emel ki. Három peren említett. Minusz kettő, ami visszamarad. És ezt azért csináltam, mert mit lehet csinálni? Persze, és miért egyszerűsíthetsz? Nem egyenlet. Még egyszer lehet egyszerűsíteni, és nem egyenlettem az N négyzet. Ez az! Tehát a domináns tagot kiemelted, leegyszerűsíthetsz vele, mert az N nem nulla soha. Oké? Okay? Ezért leegyszerűsíthetsz vele. Hát akkor hagyjuk el, és azt kapod, hogy egy perem plusz 5, új számláló. 3 per N négyzet, plusz 2, az új nevező. És akkor most kezdjük el vizsgálgatni, hogy immáron domináns tagok nélkül hová tartunk, egy peren hová tartunk.
úgyis van nulla. És figyeljük, innestől már most írjuk a végeredményt, hogy az egész buli hová tart. Számláló akkor hová tart? Nulla? Plusz öt? Nulla. Hát mi? Hát az öt az nem tart sem, az öt az öt. Ez egy nulla plusz ötben tart, tehát ez öt marad. Nevezővel mi a helyzet? 3 fele m négyzet? Nullához tart. Úgy is van. És itt a vége. Minusz öt kettet. No, vélemény? Egész barátságos, nem? Jó, megkezdik. Hogy? Ez mindig is. Na, olyan van. Ismersz, tudod, hogy végig barátságos lesz. Jó, van, de röhögjél már. Egy végig feladat következik, így szól. Annak a sorozatnak tényleg határértéke, hogy? Jól látszódik hátul a tábla? Hát úgy? Jó, szuper, klassz. Megint a pirosat. Na, hogy kezdünk egy ilyen feladatot? Felírjuk a mínusz végtelen, vagy a végtelen felírtelen. Nagyon jó! Úgy kezded, hogy megnézed, milyen típusú határérték. Hát akkor kezdjük el. Számlálóban meg kell semmi a dominánstag. Nyilván N négyzet végtelenbe viszi el az egész bulit, mert látod azt, hogy értem én, hogy van itt egy mínusz végtelenes komponens, igazad van. Na de hát ez egy nagyságrenddel nagyobb, tehát magyarul az egész számláló az a végtelenbe tart, oké? Okay? Tehát ez egy végtelen, mert... A nevező is végtelen, nyilván típus öten is végtelen. Tehát ez egy végtelen per végtelen típus. Mi a következő lépés? Mindig mit csinálunk végtelen per végtelen esetben? Ennyi? Hát akkor nézd meg, úgy is van, nézd meg, hogy a számlálód mi vitt el a végtelenbe. Hát az N négyzet. Fogd meg, azt emeld ki. Nézd meg, mi marad vissza. Nevezőt mi vitt el a végtelenbe? Úgy is van, akkor az N-et emeld ki, az a dominánsnak. Tetted mindezt azért, hogy ennek kellett ugye legegyszerűsíteni, és a végeredmény az majd valami olyasmi lesz, hogy N szert, egy tört, ami nyilván a maradék. Oké, mit tartasz? Akkor lesz N szer 1 per 5, ami N per 5 lesz. Okay. Ilyenkor, amikor már a tart jelent, egyébként tudod, hogy a tart az mit jelent, bocs, az előbb nem értem oda, tehát nyilván az enneket elindított végtelenbe és vizsgálod, hogy az értékek hogyan változnak. Tehát igazából a nyíl alatt mindig ezt értem, oké? Okay? Hát persze elkezdett külön vizsgálgatni, viszont ha már a tart jel megjelent, akkor már az enneket nem viheted magaddal, hát akkor külön nézed, hogy a szorzatnál az enn az hová, tehát mi van végtelenbe, tehát ez volt nem sok kérdés igazából. És akkor nézed, számláló van, itt egy mínusz 2 per n, az? Az még. Jó. Hová tart? Hát persze, hogy a nullában. Mínusz 2 per n. Világos, ugye? Az n tud, akkor az egész tört értéke nagyon kicsi lesz. Jó, ő is, így is van. Látod, hogy a pi per n is nullában, és akkor megnézed, hogy ez az egész. Tulajdonképpen egy végtelen szer. Végtelen szer. Egy. Ötöd. Ez egy végtelen szer egy ötöd típusú válasz, ami hát mennyi? Így is van, hát mert a végtelen leütöd, attól még végtelen marad. És csak azért szoktuk ilyenkor végig számolni, mert lehetséges, hogy ez a törv úgy alakul az életedben, hogy itt egy mínusz egy ötöd jött volna be. És akkor még nyilván már az eredmény mínusz végtelen lenne, oké? Tehát attól, mert látod, hogy az elviszi végtelen babuli, meg ez egy konstant, az attól még ne örülj, számold végig. Jó. No, kérdés ezzel kapcsolatban? Jöhet a C? Nem. Várjátok, már nincs is C. Akkor nem jöhet a C. Akkor jöhet a kettes számú feladat. Ami pedig így szól. Mondja. Egy mínusz. Egyetőbb. Az ötödik jobb adat. Thank you.
szentem, pedig elnézetünk 3-at plusz 1. No, ilyen gyökös határérték ilyetésen volt. Nézzük akkor, hogy mit kell tudni előadásról. Gyök alatt M sorozat hová tart? Egyre nagyobb számunk volt van gyököt, akkor az értékek. Persze, a végtelenbe tartanak, természetesen. Jó. Mi van akkor, hogyha az M-ből féledik gyököt volt? Mi van P-pozit? Ez az, nagyon jó. Képzeld már, több gyököt hoz. 1000-ből, 10000-ből, 10 millióval izé. Ott is végtelenbe tartanak az értékek. Jó. Jó, na most gyöknél bejön ez a macera. Tudod, a gyökkel alatt, hogyha a kitevő páratlan, akkor lehet negatív számokat is bevinni, úgyhogy legyen ez a következő. Vigyük már be a mínusz n-et a gyökkel alá, és tegyünk ide egy páratlanabbi kitevő. Itt tudom én, 2b plusz 1. Na, ő hová tart? Nagyon-nagyon nagy negatív számból van páratlanabbi gyökkel. Mínusz végtelen. Ez az, az meg a mínusz végtelenbe tart. Jó, azért a teljesség kedvére ez a mínusz n is lehet valahanyadik hatványom. Teszem azt 2L plusz 1, tehát a páratlanadik kitevővel van a mínusz n, a páratlanadik gyök alatt, az is egy értelmezett művelet, és ő is szintén a mínusz végtelenbe fog tartani. Jó, ez egy kis szabályocska. Na, és jön a fulladás. Addig te megoldod a feladatot. Oké, mi az első lépés? Tudom a gyakorlati értékkel. Hogy? Sima határérték számítás, mi volt mindig az első lépés eddig, mindez idáig? Na ja, megnézzük, hogy milyen típusú a határérték. És az egyenlőség jel felé, de felírjuk, ugye? Hát akkor nézzük, a számlálót és a nevezőt is külön. Azt mondja, van itt egy n köpünk, minuszosan, oké, de ötödik köp gyök alatt van, szépen voltam, ötödik gyök alatt van, mondok egy nagyon nagy negatív számból gyököt, akkor az egész számláló hová tart? Minusz végtelen. Ez az, minusz végtelen. Minusz végtelen, mert nézzük a nevezőt is. A gyökjel alatti kifejezés. Látod, itt van a domináns N-négyzet, nagyszerű, ez a ugye elhanyagolható rész, az N-négyzet a domináns, egy nagyon nagy pozitív számból van, az harmadik gyököt, akkor az mennyi? Így van, ez csak simán végtelen. Tehát már megint egy végtelen per végtelen típusnál tartunk, amire az eljárás szintén... Mi az eljárás? Mit csináltunk eddig két példán keresztül, ne idegesítsenek már? Emelt a domináns tagot, ez az nagyon jó, nagyon jó. Hát akkor ezt most letörlöm, enged elmentem. Nézzük, hogy mi vitte a számlálót és a nevezőt a végtelenbe. Fogjuk meg és emeljük ki. Értem, hogy itt van egy gyök, tehát gyökkel alatt van domináns tag. Egyelőre csak gyökön belül emeljük ki domináns, oké? Okay? És nézzük, hogy majd két lépésben kivisszuk a gyökkel elé. Hát akkor a gyök alatt az N köböt emelném ki, én legszívesebben. Ötödik gyök alatt N köböt, ha kiemelem, megnézem, mi van a vissza. Jó, van nagy egyterenköm, meg még egy négyzet. Ő ott a domináns. Nevezőben csináld meg ugyanezt, az N-négyzetben. Szuper. Kiemeltük. Na most leszel szíves a gyökből is kivenni a domináns tagot. Tudod, azért emeltünk ki dominánsokat eddig is, hogy bíztunk abban, hogy egyszerűsíthető volt a kifejezés, ezért hát most kénytelenek vagyunk, hogyan tudom itt kiemelni a domináns tagot. Mit kell tudni gyökvonásnál? A szorzat van. Persze, magunként vonunk gyököt szorzatnál. Ez nagyon jó dolog. Hát akkor nézzük, van itt egy... Nem röhög. Van itt egyszer egy N köp, ötödik gyök alatt. Meg még van ez a maradék az ötödik gyök alatt. Oké, nevezőben dettó. Oké,
ezt kéne most már elkezdeni vizsgálgatni, hogy hová tart. Talán nem volt a legegyszerűbb, vagy legszerencsésebb ide egyenlőséggel ezt írni. Végig vizsgáljuk egyből, hogy mi hová tart, jó? Na nézd, hát van itt elől valamiféle, nem, inkább ne, ezt még egy szorzatként különíts, pár elégcét, jó? Ide jobban fogod látni. Választjuk már itt a törtnek az első felét, ezeket a domináns tagokat, ugye így gondoltam. Jobban fog majd látszani a végeredmény. És csak így, jó? Fantasztikus. Most már itt vagyunk végeredményben, tehát akkor ez az egész a
ami kérdéses volt, ez igazából nullászor mínusz egyben fog tartani, ami hát nulla. Jó. Vélemény? No? Tetszik, nem tetszik? Elkülönítettük oda a tört elejére. Itt most egyetlen fegyverünk az a kiemelés, ha innen is, vagy minden is ennek kiemelsz. Oké? Okay. És úgy alakítasz egy szorzatot. Tegyük ezt. Gyökrend kiemelésével vizsgáljuk, hogy mi maradt vissza. Hát van itt egy gyök alatt. Különítettük kellően jól a domináns tagot a többi tagtól, úgyhogy megkezdhetjük a vizsgálatot, hogy mi hová tart. Gyökeren hová tart? Úgy is van, ez a végtelenre. Na nézzük, egy perem. Nulla. Akkor ez az egész tört. Van egy egyes, tehát egy plusz nulla a gyök alatt, az egybe tart, oké? Okay? Írom, írom most már. Tehát azt mondjuk, hogy egyszer ez egy végtelen, szorozva. Kösz. Záruljátok. Egy. Így van, mínusz gyök 3, mert látod, hogy itt még megben nullába tart, akkor a gyök az 3 mínusz 0. Tehát igazából mínusz, ja, nem tudom már túlragozni, tehát mínusz gyök 3 persze tudás. Ez egy ilyen típus. Na mennyi az? Mínusz végtelen. Ez a mínusz végtelen, mert a gyök 3 az tényleg nagyobb, mint az 1. Na, hát most az van, hogy a végtelennek ez egy egyszerűbb esete volt, és itt elbírta a feladat azt, hogy kiemelted a domináns tagot, és itt a végeredmény egy nagyon jól kezelhető is valami lett, azonban ez nem mindig van így. Oké? Végtelen minusz végtelen általában az így nem jön be. És arra mindjárt megmutatom, hogy mi a megoldási volt. Úgyhogy felírnék most egy kicsit bonyolultabb végtelen per végtelen, végtelen minusz végtelen esetet, amikor ez a megoldás már nem fog összejönni.
3-as B feladat készül. Tudod, hogy ha itt szorzattá alakítok gyökön belül, akkor ez négyzet, aztán pedig tagonként fogok gyököt vonni, tehát igazából ez így fog kinézni. Mennyi a gyökér négyzet? Nem. Mennyi? Ez csak mi? Ez csak simán nem, de miért? Miért nem kell abszolút értékkel szórakoznunk? Így is van, az N az mindig pozitív, úgyhogy simán ez, csak simán ennek átírhatod. Most hagyd mérjem már előre ezt a sor, simán ideírom, hogy ez itt, e, nyilván az is ott. Én a következő sorban már egyből a kiemelt állapotot vagy alapot írnám fel, amikor ezeket a bizonyos N-eket ide előre kiemelem, és létrehozom a szorzatot. Én ezt óhagy tudtam leírni a következő domináns tagot. Jön az, hogy mihová tart, ugye? Nézzük, hogy mi lesz a végeredmény. Látod, hogy N az elején az végtelenbe tart, tehát ez a végtelen szer valamilyen típus lesz. Oké. Okay. 3-felen, 5-en nézed nyilván mind a ketten, hová tartanak köz, nullába. 1 mínusz 0, akkor ez itt gyök 1-be tart, az mennyi? 1 köz. Így fogjuk átmondani, tehát ez az egész az 1-be tart. 1-ből szintén egy, oké? Okay? Mert ugyanez a macer az nulla, nulla, akkor ez gyök egy, az egy, mert ő is egybe fog tartani. Magyarul ez egy végtelen szer, egy, mínusz egy, azaz, kösz. Ugye nem is olyan nehéz a kalkulus, tehát látod? Egy, mínusz egy, és tudja. Oké, okay. Csak nem, bocs, tényleg. Bocs, ez egy végtelen szer nulla típus. Na, az mennyi? Nulla. Ki mondja azt, hogy nulla ezeket? Ki mondja azt, hogy végtelen? Oké. Okay. Ha ilyet lát, megállsz, ez a felkiált jelek. Stop! Ugyanis nem tudja. Oké? Okay. Ez a nulla igazából soha nem nulla. Hé, ez csak határérték. Ez csak egy nagyon-nagyon kicsi szám. Ez meg egy nagyon-nagyon nagy szám. Na most egy nagyon nagy szám, meg egy nagyon kis szám szorhat, az nem tudjuk, hogy nulla vagy végtelen. Fogalmat sincsen. Mert ez igazából ez azt jelenteni, hogy fel kellene tudnod valahogy mérni azt, hogy melyik tart agresszívebben a magas a nagy számokhoz, vagy agresszívebb a kis szám. Érted? De fogalmat sincsen, ezt nem tudjuk mérni. Úgyhogy ha végtelenszer nulla típus jön ki ZH-ban is, vagy akárhol, akkor tudni, hogy új módszert kell alkalmazol, és minden, amit eddig csináltál, az nem jó. Az egy nem jó út. Oké? Okay? Megmutatom, hogy mi erre az eljárás. És légy szíves, vedd véresen komolyan, ha ezt a ZH-ba odaírod nekem, hogy ez nulla, akkor ne is tudom. Annyi pontot fogok levonni, még a következő ZH-ból is levegyes, köszönöm. Jó, mert ez az egyik legnagyobb elmi hiba, hogy erre azt mondod, hogy nulla vagy végtelen. Hát de ha nem így, akkor nézzük meg, hogy kell megoldani. Oké, okay, ez az új módszer erre a típusra.
mint egy visszavezetés, egy már jól kezelt alakra, visszavezetjük végtelen per végtelenre a feladatot, oké? Okay? Visszavezetés. Végtelen per végtelenre, mert azt már szeretjük. Hát minden, mit eddig csinálta igazából, felejtsd el, jöjjön újra a feladat előről. Ami így szólt. Oké, látod, hogy egy történet kéne létrehozni. Na most, tehát ezt látod, hogy nem tört. Történet úgy tudsz behozni a buliba, hogyha megszorzod egy alkalmas törtelt, ezt az egész kifejezést, nevezetesen, hát figyelj, ahhoz, hogy ne változol meg az értéke, egyel kéne beszorozni, ugye? Egyel. Nem, akkor nem csinál semmit. Matematikusként szeretünk ilyet csinálni, beszorozunk egyet, hozzáadunk nullát, semmi nem változik, csak kedvező alakok jönnek be. Na jó, ha egyel megszorzod, akkor az azt jelenti, hogy egy azonos alakú, vagy azonos nevezőjű és számoló törtet kéne ide felállod. És az pedig nem lesz más, mint ennek a különbségnek a pluszos a konjugált párja. Leírom, ezt hagyj írjam le, és aztán meglátod, hogy ez miért jó neked. Írjuk már el, jó? Aztán, ha lenne még egy kezem, akkor ezt köszönjük írna. Tehát plusz a másik gyök. És ez legyen nevezőben is, hiszen akkor lesz az egész törtet értéke. Egy. A számláló és a nevező egy is ugyanaz. Azért ezzel szoroztunk be, mert az a következő azonosságot kellene észrevet. A plusz B, egyszer A plusz B. Vedd észre, hogy ez lesz az új számláló, nem? Ha ezt a szorzásműveletet elvégzed, A plusz B, egyszer A plusz B, ami azonos, az pedig az A plusz B. Hát ezt kellene alkalmazni. Így is van. Na nézzük akkor. Egy kifejezést. Összeszorzok egy törtet, akkor nyilván számlálókat szorzod össze, a nevező marad. Tehát tudira, hogy egy törtet fogsz kapni, aminek a nevezője, amit mondtam, marad. Tehát az a nevező, az a pluszos. Meg, és a számlálót pedig légy szíves, hát a táblaképem elég, hogy már ne haragudjál meg. Légy szíves, alkalmazd ezt az azonosságot. Oké, mi volt az A? Hát az egyik gyökös kifejezés. Ezt kell a négyzeten venni. Gyöknek a négyzete, ugye, mintha ott se lenne, eltűnik, tehát simán azt kapod, hogy N négyzet, mínusz 3, N plusz 5. Ide írom fölé, ez itt az A négyzet. És nyilván ez az egész gyökös kifejezés volt az A. Most jön a B négyzet, de ez az egész gyökös kifejezés volt a B. A négyzet, B négyzet, tehát ebből kell kivonni a B négyzetet. Hát akkor meg vegyed a másik gyökös kifejezésnek a négyzetét, azt írd le. N négyzet, 2 plusz. Na ezt vártam, nagyon jó. Hello, bezárójelezet! Ugye, ti voltatok a polinomoszkos csapat. Nagyon sokan nem zárójeleztetek a kivonásnál. Elég ideges is voltam. Ezek zárójeles különbségek könnyörgő, mert az egész a B négyzet. És az egész B négyzetre vonatkozik a különbség. Ne felejtsd el, légy szíves, jó? Mert az éhában is annak ellenére, hogy mondtam, sajnos nem sikerült betartani. Jó, vonjuk össze egyenlőséggel. Jövök le. Azt mondja, vonjuk össze. N négyzetből N négyzet. Jó, mi van itt? 3n minusz 2n, akkor minusz 5n, és 5, meg 1 az 6. A nevező pedig marad. Elvégeztük az azonosságot, vagy az összevonást. Tulajdonképpen
tulajdonképpen létrehoztál egy új feladatot. Most már ennek a sorozatnak kellene a határértéke, mert ha beazonosítjuk, azt mondjuk, hogy ez. Hol tart a számláló? Ez az, jó. Nézzük, hol tartunk meg, van-e már a végtelen per végtelen tényleg. Ez egy mínusz végtelen per. Azt mondja, nyakas kifejezés, összeg, hová tart az egész nevező? Végtelen. Ez az, nagyon jó, ő is végtelenbe tartunk, ő is. Akkor ezt tudja, hogy egy végtelen per végtelen típus, megérkeztél. Elérted a célodat, innestől kezdve. Ez már egy kezelhető alatt, ilyen nem foglalkozunk el. Hogyan kell megoldani? Végtelen per végtelen, hogy? Nominálisd a kiemelése. Ez az, hogy eresszük rá, amit már tudunk. Ennek emelkül itt a számlálóban. És csináljuk most már egy lépésben itt a kiemelést. Jó, már a gyökvonást is elvégeztem, a szorzat így néz ki, hogy először. Nézhetjük, hogy hová tartoz a sorozat. Itt most már a végén egy nyilván oké, nézem. Most már domináns tagokat kidobtad a kukába. Számláló, hová tart? Van, ugyanis van itt egy 6 peren, ami nullába tart, akkor az egész számláló mínuszok plusz nulla azaz, mínusz 5-be tart. Jó. Fantasztikus. Nevezőbe lássuk, van itt egy gyökös, azt mondja, itt ezek a tagok nyilván nullába tartanak, látod. Nulla, nulla, akkor egy 1 plusz 1. Azaz. 2. És tudja. Oké? Okay? Nem is olyan bonyolult ez a kar. Nem csak viccelek, jó, tényleg nevet fel, jó, tényleg. Így van. Hát az egész gyökös kifejezés. Egybe tart, ide be is tarifázom. Egybe tart, plusz, és megnézed, hogy a másik gyökös kifejezés is egybe tart, tehát 1 plusz 1, azaz 2. No, hát ez lenne a végtelen plusz végtelennek a megoldási módja, oké? Okay. Be kell szorozni egy törtel, és a végtelenben végtelt, már tanult módon kivégezni. Mit gondoltok erről? Mehet ZH-ban? Igen, csak egy kérdés, amit közvetlen az új módszer alatti részt teszem kell, az A-B részt teszem kell zárójelbe, nem kell, hogy ez így is. Hát a, hogy jött, hogy mit csinálni még, amíg az alatt is azt gondolod, hogy zárójelbe tenni? Nem, hanem az A-B jött a... Amikor nem szereztük egyet, hát tényleg is viszont nem értem, mit szeretnék a tanulmányozni. Tehát, hogy ez az egész gyökös kifejezés az A, itt a B. Itt pedig ő itt az A. Igen, ezt értem. De az A minus B, ez... Hát ott meg van szorozva, és nincs az A, hogy lesz meg. Igen. A fönt. Jó, hogy itt? Nem, nem. Fönt. Az a legelején. Fönt, a legelején. Tehát a szorzásnak a első fele. Az egész a szorzás előtti rész, az egész. Ja, hogy így! Jó, jaj, jó! De jó, van már! Hát jó, és tudja! A marina mozgás. Kösz, igen. Ez viszont tetszett. Honnan neved Léci, ezért most járok ex. Hegyi Bálint. Mond? Hegyi Bálint. Hegyi Bálint. Na, ez nagyon tetszett. Hegyi Bálint, szép. Na, légy szíves, úgyhogy... Gazdálkodja a megfelelően. Nyilván, hogyha kijavítom az éjjel, és úgy látod, hogy ezzel a plusz 2000-del egy pont ugrik, akkor szólsz, és átírjuk, jó? Erről van szó. Szupertársak. Apropó, figyú, ne hidd el feltétlenül, amit én kiteszek a kormányrészi dokumentumok közé, mert legutóbb én is találtam a saját dolgaim között egy hibát. De direkt nem javítottam ki, hogy mindig várom, hát ha valaki észreveszi. Oké? Okay? De ilyen, hogy mit tudom én a CH-ban is félre számoltok egyet-kettőt, úgyhogy légy, legyetek bátrak és szóljatok. Na, de ez nagyon szép volt, ez szépen.
Van még hiba? Nem. De az ilyen objektív idejük, hogy azt kapjuk, hogy végtelen szemüldat. Igen. Az IUPS ott, amit kéne, és akkor megcsináljuk ilyen esemény a kizetetéssel, akkor azért kártunk, hogyha... De te azt úgy csinálod, hogy csinálod. Tehogy is. Jól van. Na, szerintem menjünk tovább. Jó, szerintem jön a négyes típus, nem tudom, hol járunk, mert a közetelúrgál vagyok. Ezen túl vagyok, így bejön a négyes számú feladat, négyes számú feladat. Ez pedig így szok. Négyszer. Köszönöm az emberikben, mint egy.
kukázni. Ami összevonható, azt vonjad össze. Lehető legegyszerűbb algebrai alapot szeretném, hogyha tovább vinni. Egyrészt a domináns tagokat különítsük el, ugye azokat mindig ide előre szorzottként kivesszük. 2 az emelik elem per 9 az emelik elem, az hogy írható fel különböknek? 2 per 9 az emelik elem. Ez az. Ez 2, 9, ez az emelik elem. És ez van megszorozva egy körtel, ami úgy néz ki, hogy amúgy bocs, ha nem látod a négyesek meg az emelik elem közötti különbséget, igyekszem. 1 per 2 az emelik elem, az hogy írja már? Az mi a emelik elem? Így is átiratok, nem? Hát mert egy az n-dikene, az egy. Tehát ez egy ketted az n-dikene. Jó. Nézzük a nevezőt. Ott van egy 1 5 szőr, szintén 5 9 az n-dikene, oké? Na, most már elég szép az alap. Most már egy jobban látszódik. Vizsgáljuk tehát, hogy mi hová tart. Kettő kilencet az emelikenem? Úgy is van, ő itt szépen nulla aztán. Ez a megoldás valami nulla szor, ajaj, hogy végtelen jöjjön ki, akkor idegesek leszünk. Egy kettet az emelikenem? Úgy van, nullához tart. 4 mínusz nulla az? Úgy van, az 4. És nézzük, hogy a nevezővel mi a helyzet. Itt van egy 5 kilencet az emelikenem. Nullával tart. Ez mínusz 1 ötöddel megszorítva szintén nulla. Meg van itt még egy 3-as, akkor az egész nevező hová tart? Így is van, mert ez itt ugye plusz 3, nem mondom eseket. Ez 4-6. Jó, látod, nem jött van nulla szor végtelen, nem pánikolsz, ez csak szimplán. Na, barátságos volt, ugye? Az esetben, hogyha ezt tényleg nem csinálom ezzel kapcsolatos állatot, de ha mondjuk megjelent volna a két olyan tag is, hogy teszem azt 3 az n-dikenen, meg n köb. Melyik a domináns közül? Melyik a jóval nagyobb, mint a másik? Az exponenciális. Figyeljetek majd oda, jó? Az exponenciális az mindig jóval nagyobb, mint a sima 6-pár. Minden esetben, ha elegendően nagy az n, akkor ez mindig igaz. Ebben pedig az adódik, hogyha akár, ezt most egy ilyen szellemi kalandok, oké? Hogyha 3n per n köb alapot látsz, akkor hová tart? Végtelen bizony, mert egy nagyon-nagyon nagy számot osztasz egy kisebb számmal, jó? Ez ki, ha ilyen alapot látsz, hogy valami hatvány per valami, vagy exponenciális per valami hatvány, az úgy, hogy végtelenbe tart. És fordított esetben, ha n köb per 3 az n-dikenen látsz, akkor... Nem, hát többször beleugrottál. Itt kis szám osztva egy nagyon-nagyon nagy számmal. Itt nem jön be a vírus, itt csak a simán úgy nagyon nagy. Hm? Következő azt mondja, hogy 5-ös feladat jön. Mi az első lépés?
mindig határérték számítás. Típus! Nagyon jó, nézed meg, hogy milyen típus. Hát akkor kezdjük el. Karikát nézzük. Emelik gyök alatt négy hovától. Egybe, persze, most írtuk fel. Ugye, emelik gyök alatt egy konkrét szám van, az egybe tart az alapján. Akkor az 1-1 az 0. Emelik gyök alatt 2 szintén az egybe fog tartani, nevező is 1-1 az 0. Ez egy 0/0 típus. Ilyen még nem volt. 0/0 egyenlőre, amíg nincs más a tartsonyunkban, azok ilyen cseles módon algebrai átalakításokat tudjuk megoldani. Oké, és higgyen el, hogy amit adok, az algebrai átalakítható és megoldható. Úgyhogy felírom, hogy csel, algebrai átalakítás. Jó. Na, amit észre kellene, hogy vegyél, az az, hogy a 4 az átírható egy kedvező alakká. Ez az, hogyha a 4-et, 2 a négyzeten alakba írod fel, 2 a négyzeten van az emberi gyök alatt, akkor gyökvonás azonosság alapján ez a hatvány kitevőt, ezt kidobhatod a gyökön kívülre, és akkor azt kapod, hogy ez 2 emberi gyök alatt a négyzeten. Tehát így is értelmezheted azt a gyöknégyet. És ez már is egyfajta jelölésre ad neked helyet. Mert ha beveszeded azt a jelölést, hogy n-edik gyök alatt 2-t elnevezed A-val, akkor n-edik gyök alatt 4 helyett mit írhatsz fel? A négyzet, persze, ez az. Ez az. A négyzetet. Hát akkor írjuk. Egyenlőséggel tovább. Hát az egész macera, az A négyzet plusz 1 per, és n-dik gyök alatt 2 volt ugye maga az A, hát akkor könyörgöm, A plusz 1. Hát nem csodálatos? Mit kellene látni? Azonosság az a számláló. Kösz. Persze, ez már megint az A plusz B, A négyzet plusz B négyzeten, azaz ez A plusz B szer A plusz B. Azonosság, ha szétfejted, ezt szétfejted. Ez egy egyes. Aha. Oké, és látod, hogy az A minusz 1-jel le lehet gyönyörűen egyszerűsíteni azt a pont, hogy az A plusz 1. Na jó, most már elég egyszerű, most már visszadobhatnád a jelölést igazán. A-val mit jelöltük? N-edik gyök alatt 2. És akkor hová tart az egész buli? Kettőbe bizony, mert látod, hogy ennél gyök alatt C az mindig egy akar. 1 plusz 1 a végeredmény, azaz 2. Na, ugyanilyen barátságos. ZH-ban egyébként biztos vagyok benne, hogy ilyen jellegű lesz a gyógyfeladat. Tehát úgy tervezem, hogy 3 feladatod lesz, 2 közepes vagy inkább hosszabb, és lesz egy ilyen gyógy. És azonosságot kell észrevenned, és meg is lesz a végeredmény. A B-feladatot nem fogjuk végig számolni, hogy jött fel, légy, hogy 5B. Az pedig így szól. N-edik gyök alatt 8, minusz 1, per N-edik gyök alatt 2, minusz N-edik gyök alatt 4. Most
Ez az nagyon-nagyon jó. Emberi gyök alatt 8-at úgy is át tudod írni, hogy 2 az emberi gyök alatt a harmadikonon, ugye mert 8 az 2 a harmadikonon, és kivittem a gyök jelen kívülre a kitevőt. Nagyon klassz, minusz 1. És ez meg ugyanaz, mint ami az előtt, tehát a emberi gyök alatt 2, illetve a négyzetes pálya. Megint adja magát a jelölés, hogy emberi gyök alatt 2 az egyen egyenlő A-val. Aztán értesít be, hidd el. Igazából nem muszáj jelölgetni, de szerintem sokkal jobban látszódik. Ha azt mondod, hogy ez A kör mínusz 1, tehát A mínusz A négyzet. Így azért jobban látszik. És akkor az A kör mínusz B kör azonosságot kellene felidézned. Amit itt ugye felismersz, és az pedig nem más, mint az A minusz B. Ez A plusz AB. Hogy? Az alapjai viszont az szükségtelni a nem. Természetesen nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy akkor ezt átírtam úgy, hogy A-1 kiemelésével, mint a Bokor azt mondja, hogy A plusz A plusz 1, mert tök jó, amit mondtál, A kiemelésével egy 1 minusz A. Tehát az alapos közé minusz 1-gyel, hogy ott az A minusz 1 legyen. Az az. Nagyon-nagyon jó, amit mondasz. Hogyha innen minusz 1-et kiemelsz, nem megyünk csak ki, akkor megjelenik az A minusz 1. Hogy ott mondod, hogy itt van éve az azonosságot. Ja. A másik tagban az AB ez pozitív, de viszont a fönt az meg minusz A. Ja? Helyen lehet, hogy én is elrontottam. Mi van? Csak egy különbség hívni. Hogy a másik szárnyelben az miért mínusz A. Ja, tényleg, hát elcsesztem, hát szóljál már. De viszont rájöttem, hogy csak jó volt az, mivel mínusz egyel szorozzuk a B-től. Várjál majd már, kezdek akkor össze. Akkor volt jó. Mi van? Szépen. Akkor az első megérzésem volt a jó. Jó van, oké. Én már fejben nem vagyok itt, tehát igazából az ilyen problémámmal. Ismersz annyira, hogy én már itt elengedtem a fonalat. A lényeg az annyi, hogy így van, itt, hogyha az a nevezőt írjuk már még át, jó? Ezt kinesről, ebben nem vagyok hajlandó belemenni, mert az agyom ilyenkor már ledobja az égszia. Tehát ha a mínusz kiemel ebből az alsó tagból, akkor persze A mínusz 1 lesz, jó? Tehát itt ennyi volt a cél, hogy azonosság plusz, még egy mínusz kiemelése van, és akkor az A mínusz 1-ekkel most már tudsz egyszerűsíteni, és nem lesz gondod, nem lesz 0 per 0. Jó? Őszinte leszek veled, ezeket a köbös kifejezéseket, az azonosságokat én nem várom el tőled, hogy tudja, ZH-ban a négyzetesek bőven eleget tesznek, úgyhogy felesleg is jó. Hidd el, hogy nem, na. Tehát én azt mondom, hogy nem fogok ilyen ZH-ban köbösek, köbös biztos kedves. Tehát a gyógyfeladatot nem akarom, hogy ezzel szálljon el. Inkább nézzük az utolsó típust, ami viszont biztos, hogy lesz, az pedig a hatodik. És az így szól, hogy... Mi? Hagyjuk alatt. Bocs, nem, emberi gyök alatt. Oké, ez az utolsó feladat már. Oké, mi az első lépés mindig? Meghatározod, milyen típusú határérték. Hát hidd el, nekem ilyen még nem volt. Ez, látod, hogy az N az a végtelenbe tart. És hát az egész argumentum is végtelenbe tart, persze. Tehát ez egy végtelenedik gyök alatt végtelen. Végtelenedik gyök alatt végtelen típus. Jó, a nevezetes határérték, ami szükséges lesz, előadáson lesz, az a, hát n-edik, na, igazából most pont nincs szüksége, mindegy, n-edik gyök alatt n, az egy jól kezelhető
sorozat, ő az egybe fog tartani, majd látod előadáson. Viszont az a helyzet, hogyha az emledik gyökjel alatt egy sorozat van, már pedig ez itt egy sorozat, valamilyen, tehát ettől bonyolult a sorozat, akkor azt már tud. Fogalmunk sincsen, erre nincs bizonyítás, erre van egy cseles módszer, és az pedig nem más, mint a rendőrrel, úgyhogy most majd ennek segítségével fogjuk megoldani ezt a feladatot. Viszont azért még, hogy neki állnánk rendőrrel vezni, azért a dominánsnak kiemelés az itt is él. Oké? Felismered azt, hogy egy rendőri gyök alatt sorozat van, nem tudod megoldani, majd tudod, hogy rendőrrel vezet, de azért a domináns tagot nincs, különítsük el, mert ez eddig is jól bevált, oké? Domináns tagot dobjuk ki. Látod, hogy a két az ennediken a domináns, emeljük ki a gyökér alatt, oké? Két az ennediken kiemelésével megnézzük, hogy mi marad vissza. Tagonként vonjál gyököt, légy szíves. Tét az emeliken, bohák, ha emelik gyököt vannak, akkor mit tudok? Ha? De persze, nagyon jó, kétszer. Hát emelik gyök alatt ez a maradék. És most már ezt a 3N per héten átírom 3 heten az emeliken, oké? Okay? És ugyanúgy ezt is egy heted az emberi kellene. Na, hát ezt kellene megvizsgálni, hogy tovább tart. Azt azért látjuk, hogy a hét az azért gyanúsan tart a hétben, tehát ennek az egésznek a végeredménye majd valami kétszer, hát valami kérdőjel lesz. Feladatunk az igazából az, hogy ezt kiderítsük, hogy hát hová is tart. Ide meg majd visszatérünk. Ezt meg innen folytatjuk. Hát, hogy az van, hogy vizsgálgatni kéne először is a gyökér alatti sorozatot, tehát magát a sorozatot. Írjuk fel magát a sorozatot, emberi gyökörökül. És meg kellene nézni, hogy elegendően nagy ennek esetén azért ez a sorozatot csak hová tart. Hát, hogy ez az egész kifejezés az ennelik gyök alatt tovább tart.
És most jött a hatványfüggvény monitorizására hivatkozva, erre az egész relációra ráküldünk egy egyedik ökön. Mert ha a hatvány, és ez nagyon fontos, ezt is felírod, hatványfüggvény monitorizása miatt, ha ráküldesz mindenhol egy egyedik ökvonást, akkor a reláció nem fog megváltozni. Oké? Hatványfüggvény monitorizása miatt, teljesen igaz lesz az a reláció, ami úgy néz ki, hogy közben a helyen meg elfogyott. Tehát küldjél rá erre az egész relációra egy n-edik gyököt. Minden ellenére. És akkor azt kapod, hogy egy-kettő. Opsz. Az n-edik gyök alatt az biztos, hogy kisebb, mint a kérdéses kifejezés, mert látod, most már megérkeztél egyébként. 3 hetet az n-edik gyök. Hoppá, az n-edik gyök alatt, és nézd oda, amúgy meg ez volt a kérdés, nem? Szépen felépítettük lépésenként. És ettől biztosan nagyobb lesz az, hogy az a becslés jó volt, ha n-edik nagyobb lesz 3-2 az n-edik gyök alatt. Jó. Jól kezelhető alsó meg felső korlátot hoztam létre? Igen, miért? Miért? Hát ne ezekről már tudjuk, hogy hová tartanak, nem? Hát hova? Ennél így gyakorlatilag egy konstans számos volt az eredmény. Egybe tart, ez az. Egybe tart. És az alsó határ? Szintén egybe tart. Rendőrök közre fogták szigorú a reláció, amit keresett izénknek, ami fogalmunk sincs mi volt a határértéke, a rendőrrel miatt következik az, hogy hát most már őt is tudjuk, hogy hová tart, ráadásul pont ugyanoda, ahová a falsó meg a felső korlát. Na, ez volt a rendőrrel. Most már a kérdőjeles kifejezésre nyugodt, szívvel odaírhatod, hogy hát ez 7x1 választ, ide is írom, hogy az egyet a rendőrrel, akkor jön. Rendőrrel, ilyen. Ami pedig ki. Na, vélemény, figyelj, 6 típus láttál ma, 3 várható az éjjelben. Oké? Okay. Így készüljél lelkileg. Kérdés az elhangzottak alapján. Akkor köszönjük, hogy nyitottál. Kamerázni most! Thank you.